Századik születésnapja alkalmából köszöntötték Vendel Lászlóné Erzsika nénit március 28-án hétfőn Zagyvapálfalvai otthonában. Erzsika néni 1911. március 27-én született Széchenyben. Tanítónő szeretett volna lenni, ám családja anyagi helyzete miatt ez az álom nem valósulhatott meg. Kitanulta a szabásvarrást és feleségként és anyaként három gyermeke nevelése mellett, ezzel a munkával egészítette ki a család jövedelmét. Az ünnepségen elsőként Eötvös Mihály Salgótarján alpolgármestere köszöntötte az ünnepeltet a magyar kormány emléklapjával. Magyar Köztársaság kormánya emléklap Vendel Lászlóné részére századik születésnapja alkalmából. Ez az emléklap hivatott kifejezni szépkorú polgáraink iránti tiszteletünket és hálánkat. Ebből az ünnepi alkalomból kívánok önnek jó egészséget és további boldog éveket. Tisztelettel Orbán Viktor miniszterelnök úr. A széchenyi születésű Erzsika nénit természetesen Széchenyi város polgármestere Stajer László is felköszöntötte, méghozzá verssel és virággal. Ezt követően Eötvös Mihály városunk alpolgármestere tolmácsolta Székiné dr. Strémi Melinda Salgótarján polgármesterének jó kívánságait, majd a városvezetés nevében virággal és ajándékosáról köszöntötte Erzsika nénit, aki az ajándékok átadása után örömmel mesélt a vendégeknek életéről és családjáról. A háború volt, nagyon rosszal adoszunk a szemmel évünk. Erre a Sándorékhoz, a gyerekekkel volt egy hűséges férjem, asszonos mester volt, és akkor volt meg egy nagyon hűséges egyedülálló bácsi, azt segített a elemózsiát cipelni, mert mindig éhesek voltak, meg szomjasak, lövöldözés közben szaladtunk ennivalót, megint elfogyott, haza szemben laktunk. Hát, ez zajlott, aztán a végén jó lett minden. Sokan kérdeztek, hogy nem akartam kimenni, mert a két nővérem kiment Amerikába. Örök össze voltak pakolva, ott vannak unokatestvérek, és akkor, hogy ott fognak engem fogadni, nem is engem, hanem ott még akik itthon voltak, és ahogy itt ezt sose gondoltam ezt. Én nem gondoltam, mert én hazámat nem hagyom. Az apászak nagyon belénk neveltek, hogy hűségesek legyünk az Istenhez, hűségesek legyünk a hazánkhoz. És én így nem is kisvetettem ezt a dolgot a fejemből. Van három gyermekem, nyugdíjasok, akkor van hat unokám, meg azoknak a majdnem fiúk, mind a feleség, meg a férjük. Dédunoka 9. Van egy 4 hónapos, meg egy 22 éves dédunoka. 100 év nagyon hosszú idő. Mi a hosszú élet titka? Hogyan lehet ilyen hosszú ideig élni? Hát én észre sem vettem, soha nem gondoltam. Többen mondták, hogy sokan fogsz élni, így. Hagyjatok már végre öltem. Valahogy viszom Istenbe, amit rám ért. Ez van. Hit, remény, szeretet. Ezt tudom mondani.